Sziasztok! A mai videóban folytatom az innovatív híreket az Ilonos hírekkel. A hírek videós formátumához hamarabb is hozzáférhettek a Patreonon keresztül, audio formátumban megtaláljátok bármelyik podcast szolgáltatón keresztül. Brett az Ark Invest-től tweetelt egy elgondolkodtatót. 2005 van, és valahogy érzed, hogy a mobiltelefonpiac robbanás előtt áll. Trillió dollárok jönnek majd létre. Nyilvánvalóan hosszú távon fektetsz a Nokia-ba és a Blackberry-be, melyek nagy mennyiséget gyártanak nagy szakértelemmel. Az iPhone 2007-es bemutatása csak megerősíti az elméletedet. Duplázol. 2007 végére hős vagy. Novemberre egy milliárd telefont adtak el, és még a Forbes is azt kérdezte, valaha elkaphatják-e a mobil királyt. Ahogy Ilon is írja, kiderült, igen. Szerinte is furcsa, hogy a német környezetvédők, akik egyfolytában a Tesla útjába állnak, mit sem törődnek a szénbányászat vízkészletekre tett hatásaival. Krisznek, a Dirty Tesla csatorna tulajdonosának van még egy érve amellett, hogy miért nincs szüksége a tesztának PR részlegre, csak Elon tweetjeire. Ő tweetelt egy top emoji-t, ami valószínűleg a dóskonyra vonatkozik. Ez sokat erősödött azután, hogy most már a Tesla merchandise is lehet vele venni. Ilon szerint lelkesítő látni az egyének felemelkedését a nagy média cégekkel szemben. Majd hozzácsatolt egy mémet is. Évtizedeket hazudtak, ezzel minden hihetőségüket aláásva, most meg szerintük minden Joe Rogan hibája. Sok kutató arról álmodozik, hogy egy nap a videókártyák majd hatékonyan különítik el a gépi tanuláshoz szükséges tenzorszámításokat. Ilon csak ennyit válaszolt rá. Dojo. Szerinte nagyon informatív a Wikipédia szőlőszócikke. cikke. E szerint mindenki tudja, mi az a szőlő. Ilyen az, amikor NFT-ket lő. az pedig így néz neki, ha tízszer, százszor több energiája lenne. Majd megosztott egy vicces képet, mely szerint tweetelhetünk szabadon bármit, várjunk öt-tíz évet, aztán lepődjünk meg, hogy kirúgtak. Hozzátette, még jó, hogy nem szokott semmi ellentmondásosat tweetelni. Jót nevetett azon, hogy 2002-ben az volt a számítógépes biztonság, hogy nem írjuk le jelszavunkat. 2022-ben meg pont az, hogy leírjuk. Úgy tűnik, tetszik neki a Halo Infinite, főleg a kampány. Majd írt egy magyarázatot ehhez a képhez. Szerinte ez AI egy dobozban, ami belülről tükrök folyosója. Lex Friedman szerint elképesztő mérnöki húzása mehazila. Elon szerint nem csak a landoló lábakat spórolják meg, de azonnal újra repülhetővé is teszik az egyébként ormótlan rakétát. Érdekes elgondolkozni azon, hogy a dinoszauruszok 150 millió évig uralkodtak. Mi még csak 2 millió éve. Musk hozzátette, a civilizációnk csupán 5000 éves. 100% hogy minden faj kihal a megnő napunk, ha csak nem válunk több bolygón élővé. Amerikában minden esetre 4%-kal csökkent a születési szám 2020-ban. Japánban csupán 800 ezer baba született 2021-ben. Ezt egyébként 2026-ra várták csak. Ha ezt hozzáadjuk a hihetetlen magas 85 éves várható életkort, akkor hamarosan 68 millióra csökken a jelenlegi 126 milliós népesség. Ez elég sok szellemvárost fog eredményezni. Ha nincs elég ember a Földnek, a Marsnak sem lesz. Majd megosztott egy érdekes mémet. Vajon neki lesz újabb gyereke? Vagy ez is csak egy vicc? Újabb 49 műholdal bővült a Starlink műholdak száma. 2015. január 16-án megosztotta, van egy terve, saját internetes műholdakkal. Kereken 7 évvel később 1469 műhold volt fent. Ez azoknak is emlékeztető, akik szerint Musk nem tartja be az ígéreteit. Majd megosztotta ezt a képet, és hozzátette, hamarosan visszamegyünk a holdra majd elismerte, tényleg sokat gondolkozik a hajtómű kamra nyomáson. Tegnap a tesztlás hírekben már beszéltem róla bővebben, hogy a Green Hills szoftver vezetője egy egész oldalas drága reklámmal próbálja letiltani az FSD-t. Elon szerint a Green Hill szoftver egy rakás szemét. Linux for the win. A Linuxos részre a magyarázat, hogy a Green Hills szoftver korábban a Linux ellen is hasonló taktikával és konkurens támogatókkal harcolt. Sokan Ilon ezen is a forrófejű válaszok közé sorolják, és valószínű igazuk is van. De ne felejtsük el, hogy ő is csak egy ember. A Twitteren pedig nagyon közel engedi a követőit, ami a szívén, az a száján. Sawyer ezután nem osztja meg, hogy Musk hova megy. Eddig sem igazán tette, de néhány napja kiírta, mikor jön Berlinbe. Ilon hozzátette, ez újabban valóban egy biztonsági kockázat. Omar megkérte Maszkot, hogy vigyázzon magára, különben mindannyian meg vagyunk lőve. Továbbá egy vicces Ilon szótárat is megosztott. A tegnapi tesztlás is beszéltem róla, hogy egy tweet szerint a hétvége előtt jön a 10.9, erre néhány óra múlva már jelentek is meg a videók. Szóval Elon Musk szótára. Két hét, egyenlő három hónap. Később a héten, egyenlő pár óra múlva. Hamarosan, egyenlő néhány éven belül ma este, egyenlő, talán ma este. Az esemény este hétkor kezdődik. Egyenlő, az esemény este 7.30 és 8 között kezdődik. 2021, egyenlő 2022. 1 millió robottaxi 2020 előtt, egyenlő 1 millió robottaxi 2030 előtt. Elon legújabb mémje szerint olyan a kriptó, mint a csillagok közöttből az a bolygó, ahol egy óra ott olyan, mint 7 év a Földön. Végül megosztotta, higgyünk a jövőben! Ha tetszett a videó, lájkoljátok, like iratkozzatok fel, és kapcsoljátok be az értesítéseket is. A Patreonhoz és a Discordhoz a linkek a leírásban. Ne felejtsétek el, ezen a csatornán ezentúl minden szombaton jönnek különös hírek, minden páratlan hét szerdán jönnek majd az egyéb hírek, és minden páros héten csütörtökön majd megosztom itt a Lögdörizsát podcastot, ahol a SpaceX hírekről beszélünk a srácokkal. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!